szembenézett, és ez nekünk is példa, hogy a feladatainkhoz így álljunk hozzá, hogy meg tudjuk oldani mindent az emberiség javára is. A csángó magyaroknak volt egy nagy költője Szabó Fallán, Lakatos Demeter. Lakatos Demeterről majd hallunk egy általa írt verseket is. Most megkérem Csoma Gergelyt, hogy Lakatos Demeter társaság nevébe helyezze el az emlékezés koszorúját. Budapestában van egy asszociáció, melyik a csángó kultúrát viszi tovább. Tiszteli, szereti a moldvai csángóknak a kultúráját, és azért élnek, azért dolgoznak, hogy a csángókról a magyarországiak ne feledkezzenek el. Úgyhogy az ő nevükben teszem ezt a koszorút Neumann Páternak a szobrához, és az a rendkívüli csodás eset történik, hogy maga a szobrász helyezi el a szobra elé a koszorút. És... Moment, csak egy pillanatot, egy kicsit helyet csináltam itt, és már is letettem. Köszönjük szépen, most pedig a Tanaszi Szél Kulturális Egyesület nevébe Antal Mária, és a Szeret Mézsi Alapítvány nevébe Dumma András helyezi el az emlékezés koszorúját.